de ott is mind a, késkört, mind a két késkört mi nyertük meg, tehát ezekbe a késkörökbe nagyon toppon vannak a magyar srácok, és ez nagyon fontos lehet, hiszen az előnyesebb oldalakon kezdhetjük folyamatosan a mérkőzéseket, ami higgyétek el, nagyon sokat számít, láttuk, 11-4-es kezdéssel tudtunk kezdeni cablestone on ami nagyon sokat ér, mentálisan, és egyébként is az előny, az fontos. És most ezt nagyon úgy... egyébként, hogy ne haragudj, hmm. ezt akartam egyébként mondani, hogy ez a mentális lény az első map után nagyon-nagyon fontos. Igen, de most érdekes módon inkább terrort választják a frujcosok, pedig kesen CT oldalt szokás a megnyert pisztolykör után. Villámgyors dupla csere, és Édrön ki tudja pontozni, mert mellett még flash is, azonban Kolor a zsákmányolt USP-vel visszadja ezt a freget Space-nek kifogy az USP, de még mielőtt így történne, bárkodott le tudja ültetni. Kolor a kiskevő USP kombóval elhullajtotta a bombát, és ketten is tartják, látja azonban mindkettőjüket, kioszt egy kis sebzést, és nagyon jól átugrik pozíciót, vált Space még nem tudja, de infozta neki a társ, és most már saját szemével is látta. Van még idő, lehet játszani, így van, egyenként ki lehet szedni azt a két játékost, ott az egy golyós space és leugrik Heavenből, Mo meglátta azonban Color, aki nem veszít hp nem tudja azonban felvenni a c est és Mó elülteti Kolort, nem jött be a bérás. Egy nullás előnyt szerez tehát a Gambit. Picikét belefutottunk egyébként. Úcsba talán, ha jól emlékszek, akkor ő osztott ki két vagy akár több fejest is. Bocsánat, ő egy fejest osztott, illetve Adren lőtt kettőt. Látjuk az SMG-ket, illetve a scoutot És force kör Bén kimerészkedett dózia Viszont szóval húcs négydel folytatja Nagyon jó a pozíció az utóbb említett játékosnak UMP-vel is tud ölni Kidob egy füstöt A bomba be fog menni a lerakóra, viszont Sikerül elvenni CT oldalt ezt a bombát És Ez Fejezi be a kört Vége van a Force körnek, most egy ekót fogunk látni. A bomba az nem került le. 2000 van, szinte mindenkinél a kolornál van 3000 dollár. Neki lesz pénze a következő körbe, AVP-re. Amit azért láthattuk, hogy nagyon fontos. Hát annál talán nincs is fontosabb. És pont ezt beszéltük, ugye, hogy az előző meccsen a Hyrule Farmer ugrott, viszont Color main AVP-s tudására nagyban támaszkodhat a Fruits, és támaszkodtak is. Cobblestone éppen egy olyan pálya, ahol mind támadó, mind védő oldalon nagy szerep juthat az AVP. És játékosnak is flash! Nem tudja hát belőni de igen, de igen, megvan a P250 Asimovval, a nagyon fontos nyitófreg, míg Án és hold the door, hold the door! Édre nagyon szépen kiszedte onnan kolort, nem hagyta, hogy a terrorista kinyissa az ajtót. Ott mögötte azonban már nincs senki. Egy az egyben, tehát a csere. És mainből jönnek majd. A terroristák, lehet azonban, hogy a gembitesek már fel is adták ezt a reményt. Érkezik azonban majd valaki a hátunkba, hogyha jól látom, akkor Mó az, aki egy m 4 és nagy kevóval érkezik. Majd Mati, azonban figyel, de nem tudja előni. Bárkóda zsákmányolt UMP-vel, viszont, viszont egy freget ki tud osztani. Space benéz ránk, és a legjobbkor teszi. Úgy pedig érkezik a hátunkban. Na, nézzük, Flash a második kerülő játékost is el tudja lőni a kezében most már neki is. UMP. Nézzük, hogy mire megy. Ga Mót el tudjuk lőni a Gambitből, és Space 1 HP-val marad. Hogyha Flash ki tudja szedni innen húcsot, akkor meg lehet a remény. De egyébként bárkódnak több esélye van, hogy az 1 HP és space elszedje, és így is történik. Jönnie kell a bombával Flashnek. Van fél percünk, hogy 2-0 után lehozzuk ezt a... Hát, hát, hát ez is Echo. Nem tudok rám mit mondani, ez is egy ekó. Plantolja a bombát, flash és nem néz ki rá hús, úgyhogy végig tudjuk tenni. Ha itt boostolnak a srácok, akkor egyértelmű lesz, hogy mindketten MBK mögött vannak, viszont nem ezt választják. Inkább maradnak szépen a helyükön. És húcs teljesen el van tájolva. Szerintem megpróbálja kihozni az M4, vagy nálam van az M4, így van. Hogy, hogyha megnézzük a pénzeket... Eznek 450. Adrennek van egyedül elegendő pénzmennyiség a következő körben vételre. Ezért Hócs megpróbál egy picikét óvatosan kimozogni Bélerakóról és elhozni egy M4-est. Következő kör még talán így is a ECO lesz. Gambittől. Azonban láthatok ez kolornál. Hogy ott van egy AVP és azzal lehet kört hozni, akár eco ba is. Szóval megmaradt egy M4, az ott fog maradni, és én nem gondolnám azt, hogy rávennék. De. De, rá, ráveszik. Ráveszik a fiúk. a 3000 maradt, ő csak egy SMG-t vett, illetve hús dobott egyet. Nullára vásárolták magukat, nem akarják, hogy egyenlítsen a fruits. Elég veszélyes döntést lehet. Reméljük a fruits megoldja jól ezt a szituációt. Ebből nagyon... jól ki lehet most jönni. Ebből jól Igen, ki lehet most jönni. Középorientált kör van egyébként. Nézd, még bemennek kolorék. Dózsia tud fregálni. Bárkód inkább meggondolja magát. Atyaisten! Kidspray-el egy embert az állerakóról még hogy a spray nehezebb lett. az utolsó golyóval már nem is oda célzott bárkód is, úgyis el tudott lőni egy embert, és nagyon szépen kimozgatták őket. Viszont Húcs élete árán elég a molotovva, de inkább fregel egyet. Jól is teszi, a bomba biztosan le fog kerülni bére. Miközben csatiból érkezek, és azt ott ki lehet szedni. hát meg lehet ölni, bárkód, megint egy gyönyörű spray. Hát eddig két fregből két olyan sprayt mutat nekünk bárkód, hogy én magam is alig hiszem el, oldalba fogja lőni azonban a space, de így megvan az info nejnek, hogy honnan várható az utolsó CT. Nincs nála diffuse kit nejnek, csak játszania kéne az idővel. De az is jó, ha megölöd egy Gyönyörű, szép, 2-2, egyenlét a fruits, és visszaküldi a kőkorszakba a gazdaságilag. 2553 játékosnál is ez a legtöbb. És a következő körben, ha most fullekóznak, akkor három körös loose már lehet majd alkotni. Hát egy gyújtó gránátot azért vesz édrön, és valami spéci taktikát akar majd megjátszani ezzel az egy gránátos vásárlással a Gambit. Kolor kezébe pedig ott van a magtizás, hogy minél több pénzt gyűjtsön magának az AVP-re. Hát ha már a Fruits választott oldalt, akkor azt hiszem az a minimum, hogy legalább megnyerjük terror oldalt, és utána CT-be, ha már ez a mi választásunk, ha már mi választottuk kest, akkor nyerjük is meg a mapot, és egy easy 2 0 val jöjjünk vissza a Starladder selejtezőjének európai csoportkör, D csoportos továbbjutó helyére, és az utolsó fordulóba a Team Spirit ellen lehet majd bizonyítani. Hát ebbe húcs most nagyon beleszaladt. Egy embert el tudott lőni. Reménykedett, hogy felveszi a fegyvert, de ez nem történt meg. Bárkód. Két freggel nyit. Bérakón, és ott van még valaki, azonban Rakon Dózsa tud egyet ölni. Bárkódnak meg kéne szerezni a harmadik fregét és Most már Dózsa két ember, azért az már sok lesz. Elég sok értéket előtt a kezünkből. Ezzel az USP-vel Dózsa, Mó és Space azonban továbbra is. Az ekos setupba a pisztoly Kevlar, Gránát és mindenféle Diffuse Kit nélkül. Márkot pedig tripla, hát akár az ész is összejöhet. Hoppá, hoppá, és Mó eltűnt az ő, hát megüléséért. ne kapta meg a 300-at, és utána ellövi Space-t is, hogy a másik 300 is nála randoljon. Természetesen jön a póz, de vezet a Fruits, amikor ez a kis kényszer pihenő beáll a játékba. én azt mondom, hogy a Fruits megérdemelni ezt a mérkőzést. Tehát... persze, de egyébként, következik. egy, figyelj, akármit csinálnak, szerintem megérdemlik a győzelmet. Nyilván, nyilván. <laughs> de most, minthogyha akárhogy nézzük, szakmai szemmel, most két olyan észrevétel csináltak, ami azért nekem így ebből a szempontból hihetetlen, hogy azért egy gambit játszanak. És ott volt túl, amikor észrevették, hogy nem lesz pénz két AVP-re. Feltételezték, hogy csak egy lesz. És simán bementek bére, amit egyébként nehezebb megfogni, úgyhogy esetleg hosszú nincsen, ágy, nincsen egy AVP. Itt is simán be tudtak úgy menni egy fordításra az előző előtti körbe, hogy hallották, hogy ott vannak CT-n, átszártak, bementek bére. Tehát ilyen fordítások után és ilyen körök után én már most odaadnám ezt a mérkőzést nekik. Viszont ennyire ne szaladjunk előre, ott van az entry, ne, ne kezdi a fregelést. És ezekkel az entrikkel nem tudnak mit csinálni. Dózsiának nagyon jó a helye, a pozíciója. Megpróbál picit kimozogni. Mati szerintem egyébként látta a fegyverét. Les is átjön b -re. A bomba kezd mozogni B felé. Nagyon közel van Dózsia, hogy csak meg kell ölni. Kinéz, van róla információ. Flash fog ráfutni. Azonban Hulcs segít neki. Átmozog már is a lerakóra. Jönnek már Csatiból segítség. Meg való játékosok. Flash azonban megöli Dózsiát, a lerakóra lerakóról, büntet, bárkol, viszont azonnal észreveszi és megöli. Befoglani, és messze vannak, a messze vannak a rotation playerek, hiszen nagyon most érnek vannak. majd oda CT-be és heaven -be. És jó a molotov viszont, flash végig tudja tenni a gránátot, nagyon fontos volt, 26 HP-val, nem HP-val lövünk, sőt, tessék, ott az első, de a második nem jön össze, hát itt már fontos volt az a HP, hiszen a face és nem tudta space ellen megnyerni. De egy fegyvert mentenek ki a CT-k, és leraktuk a bombát, tehát nekünk pörög a plusz 800. Még nézek, a Gambit-esek nullára vásárolták magukat. Senki nincs olyan anyagi helyzetbe, hogy meg tudja venni a nagykevót, az M4-est és mellé akár gránátot vagy diffuse -kit. Tehát Ezek 4200, sőt, Móná csak 3500. Na nézzük, mi lesz ebből. Érdekes szituáció. Kevó, M4. Dósa még nem döntött el. Ő is Kevó, M4. Hát az AK ellen valóban mindegy hogy nagy kevó vagy kis kevó, hiszen a fejes egyből öl. De például Color Galilia, így hogy csak kis kevó van az ellenfélnél, ha szépen fejre tart, akkor ugyanolyan hatékony fegyver lehet. Na nézzük, megint bére orientálódunk eddig ezeket az A-köröket, nem azt mondom, hogy hanyagoltuk, de sokkal kevésbé vettük komolyan, inkább csak forgatás után köteleződtünk el árakó felé, és általában egy ilyen alap B setupot játszanak a fruicosok, tehát New Meta van srácok, mit kontroll helyett most már a B kontroll számít, bárkod be is jön rakóra, el is tudjuk lőni! Bárkód révén a két b őrző játékos, és ezáltal megnyílik a lerakó, 4v3-ban kell csak bevédenünk a bombát, ami ebben a pillanatban le is kerül bérakóra. Hát jól sülnek eddig ezek a békörök. Szépen kimunkált akciók, jók a gránátok, lefedezzük a pozíciókat. És bárkódnak ezek az AK sprayek, hát nem jutok szóhoz. Nézd meg egyébként, adok kapok körök vannak. Még Mó próbál fregelni, is azonban reméljük ebből nem lesz semmi. Flash maradt egyelőre a bomba, az le van rakva kéne alkotnia, meg tudja ölni még mód, azonban a bombát elkezdik szedni. Le van szedve a bomba, elhullottunk lerakókról. Egyszerűen nem lesz adokkapok. kapok. Hát, hát, ez, nagyon most nagyon nagyon hát ez most nagyon csúnya volt. Hát ez most nagyon csúnya volt. volt. Igen. Főleg úgy, főleg úgy, úgy, hogy, főleg uh, hogy kinézhetett volna akár a bombát szedő játékosa, de Space végig tudta szedni. Hát Öröm az ürömbe, hogy megint csak egy fegyvert tudtak kimenteni, de ebbe azért sokáig már nem kapaszkodhatunk. Látjuk, hogy megint nulla közeli állapotban vásárolják magukat. Egyedül Édren az, aki 2000 dolláron tartja magát, hogy ugye kapott valószínűleg droppot, de ettől függetlenül... Ettől függetlenül lassan el kéne kezdeni gyártani a köröket. Hát bárkód nem múlik, semmi tartja bennünk. Nézzétek meg, 7 kör alatt 15 belőtte magát, és utána következik Flash és nej, 5-5 killel. Tehát bárkód átment AK állatba, és az üzemanyag befecskendezőjével sorra lövi a fejeseket. Hát úgy tűnik az új update, nála semmit nem jelentő, ugyanúgy nyomja a spray controlt, mint ahogy eddig tette. És ugye volt ebből egy kis fennakadás, hogy most bárkód legyen a main AVP és Mati, de tessék, itt van Color, és barcode nagyon jó helyen van az az AK. Nagyon jó, hogy ő rifle lövi magát, még falonát is megy a spray. Mi, miket mutat nekünk még bárkód? Húcs megérkezik. És ebből a védett pozícióból szerencsére csak egyet tud fregelni. Kolor egyből visszalövi. Na, a Dózsánál csak egy UMP, úgyhogy a fegyverelőny megint nekünk dolgozik. És meglepő módon megint bére mentünk. Most már a befoglalások után a megtartás is ugyanilyen jól kéne megjátszani. Heavenből nem jön senki, hát kéne fordítani a figyelmet. Innen terror oldalról érkeznek ketten is bent vannak már Rakon, és Dózsa tudja az első freget szerezni, Kolor azonban 1v1 marad, és megvan a spray Dózsán, 13 HP-val bekkeli ki. Hát ennyit számít, hogy Dózsánál csak egy UMP volt. Vele szembe az AK elhozza a 4-4-et a Fruitsnak. Atya isten ez a kör is. És még két kör után sincs annyi pénz a Gambitnak, hogy normálisan tudjanak venni. Nem, mert folyamatosan veszítették. Látunk. Igen, pisztolyok vannak, meg egy maghét nem szabad belefutni ebbe a Fruitsnak, nem szabad nagyon gyorsan előre futni, Adrennek a maketesétől meg kell védni a csapattársakat. Védeni elnézést. Ára fognak bemenni, fruit játékosai azonban ott van Adren, illetve a Space a Deagle-lel. 2-2 frag. A bomba az lekerülhet, Hócsnak azonban még jó a pozíciója, most zárát Dózia. Úgy pont fregel. Szóval Meti, vagy Mati megöli. Négy öt az állás, és most lesz egy gyakó. Véleményem szerint a Gambitől, ha csak nem forszolnak rá megint. De szinte kizártnak tartom ezt a lehetőséget. smg vannak a Fruitsnál, nem is próbálnak meg nagy fegyverre váltani. Ugye azért elég sok fegyvert újra kellett venni, hiszen hiába lent volt a bomba, négy ember meghalt az előző körben ismét egy elkört láthatunk. A fruit tól SMG-kkel be is futunk. Persze, ha meg a bomba, az le fog kerülni. Nincsen a közelbe senki. Lesz letartja az átfutó embereket, de hát 5 Igaz, itt vannak a közelben a Gambit játékosai, de nem. Nem tudnak semmit se kezdeni már ezzel. Ne egy kiugrál is az SMG-vel, akár dupla feget is be tudna szerezni, meg tudna szerezni azonban Color helyette befejezi ezt a kört. Négy az az állás. És haladunk előre, szép lassan. Ötem négyet látunk a Kolornál, ott van az az AVP. Nem mondom. Ó, már nagyon kellett. Róla. Már a 11. körbe járunk, amikor a kezébe veszi először. És ha eddig ugye lőtt kilenc freget, akkor mire számíthatunk ezután? Space benéz mainbe, és el tudja lőni a kezéből az AVP-t, viszont Ney megérkezik miden, és tudja fregelni húcsot. Móta egy gránáttal kiszorítják, és itt volt benne a sávba, miután Ney meghalt, gyorsan vissza kéne nézni, két ember is kinéz középen, de nem tudják már elkapni a nejt megölő módon. Nézzük, hogy bárkod ez az AVP-vel lövik falon keresztül. Az ellenfelek többet láttak itt, mint mi. Nagyon nagy taktikai csata folyik, és megint nézzük, betámadjuk B-t. <laughs> Oké, okay, hogy a füstön kívül vannak a cétek, de megint bére, plantoljuk azt a bombát. És folyamatosan más helyre tesszük. Tehát nem tudják, a ct hogy milyen pozíciókat fedezzenek le, amikor ritékelnek, hiszen ezúttal teljesen máshova tettük a bombát. Mati, egy nagyon jó meglepedés pozíció, és ez jó lehet a Crossfire Flash-sel. Bárko tud egyet fregelni, Mati azonban elhullik, de Flash a Crossfire miatt be tudja lőni a másik játékost. Dózsa egyedül marad. Lerakon és Adrian kiszedi Bárkót kezéből az AVP-t és a jó pozíciót. És ezzel felszedi a bombát, a Gambit. De hát hat kört már így is hoztunk azért még ha egy-kettőt felpakolunk mellé az eredményjelzőre, akkor szerintem már egy eredményes T oldalt láthatunk. Nem ismerjük persze a Fruits milyen CT oldalom. Egyébként semmi probléma, hogy elvesztettük ezt a kört, hiszen pénz van az ellenfélnél kevésbé. Látunk ekkora összeget, mint ami nálunk volt. Úgyhogy ha ez a kör megvan, akkor is adok-kapok. Kört látunk. És esetleg el lehet húzni. Ott van az AVP mónál, illetve kolornál szokásosan középorientált kör. Flash már a bombával bent van csatornába, Dózsia nem tud mit csinálni. Oldalba lett lőve. 4v3, betámadtunk, nagyon-nagyon erősen bére. Spez még középen nézeget, el van füstölve teljes mértékben. Óriási kör. A bomba az be fog menni a lerakóra, azonban nagyon óvatosan szétnéznek a srácok. Mati nézi a csatornát. Azonban mind a három T játékos egyenlőre CT kezdő felől fog jönni. Bez Be indul el középre. A csatorna felé azonban Mati könnyűszerrel megölheti. Bárkót hallani fogja az ugrást. Most fog kinézni. Így van, meg is öli. És a kör is megvan. Kolor egy nagyon-nagyon laza lövéssel befejezi ezt a kört. És nézd meg, nagyon kevés a pénz. 1450 lehetséges, hogy most fogunk látni egy forszot, hiszen speznek ez duplákó. Vagy legjobb esetben egy. Ne, ekózni fog a gambit, nem kockáztatják meg forszot. És egy full buy ellen játszanak jelenleg. Mindent letart a fruits, nem futnak bele abba az ekóba, Kolor az AVP-vel nézeget B-nél, azonban itt nem fog embert látni. Mótolta ki. A ajtót. Most fognak kijönni b -ről. a Gambit játékosai p 2 nel lövegetnek. Flash közben megtúrja a közé közepet, hallotta, hogy ott van. Fez. Nagyon megtorpant a két csapat, egyikőjük sem mozog ki. Ez most azonban meghal nike által. Hát jobban is tette a Fruit szerintem, hogy egy kicsit visszább vett a támadás sebességéből, hiszen az első fragnél látták, hogy Echo van a Gambitnél, könnyedén mentek a golyók, pisztoly volt csak az ellenfélnél, úgyhogy egy full sejtenek a háttérbe, amit remekül is olvasnak, hiszen valóban így van, és ebben nem szabad belerohanni, hiszen ha belerohannak egy base tagbe, ami egyébként itt is van, és várja őket, akkor kellemetlen meglepetést is okozhat, hiszen egy olyan csapat, mint a Gambit, akik a Majoron negyed döntőig jutottak. pisztolyjal is életveszélyesek. Mati folyamatosan fedezi, és most, infozatársaknak az első ember meg is van, Kolor, hát ha nem AVP, akkor P250 neki. Úgy tűnik, hogy teljesen mindegy. Meglesz-e a Team Ace, Bárkod szerzi az utolsó fragünket. Mati elhullik, kár azért a fegyver, és Kolor is, na ez már sok lesz. És bárkót biztosítja a Team ace -t. hát ha már megjósoltuk, akkor úgy is történik. 8-5, és ezzel megnyerjük az oldalt. Megnyerjük az oldalt, tehát biztosan előnyből várjuk majd a fordulás után a második félidőt, ami azért is rendkívül nagy hangsúlyt kap, hiszen az első mapot már a Fruits megnyerte. Tehát megnyertük az első mapot, most megnyerjük a második, lehet, hogy döntő pálya első félidejét. Ez jó hatással kell, hogy legyen a Fruitsos lelkekre. Illetve rossz hatásra a Folyamatosan nő a nyomás. Szerintem azért senki sem ezt várta. Sőt, még talán ők is úgy indultak neki a mérkőzésnek, hogy ez egy viszonylag könnyebb mérkőzés lehet a többihez képest. Dózsia nagyon jó helyen van ismételt, azonban ezt a trükköt már többször is eljátszotta. Nem hiszem, hogy csak úgy belefutnának a Fruits játékosai, azonban de elmennek mellette, ez három freget is jelenthet. Viszont bárkód ezt megakadályozza. 4v4. Beviszik, bére, messze van még. A következő játékos, azonban hús az AVP-vel, szinte meggyalázza a Fruits játékosait. El lett füstölve, nagyon jól tette a Fruits. Mó azonban már mögöttük jön, Neit meg is tudja ölni, ez elárulta a pozícióját. 2v4, a bomba az lekerül, Matinak meg kellett volna ölnie. Gambit játékosát, Flash is meghal így teljes vásárolt kört hozott le Gambit, és 6-8 az állás, viszont én nem mondó vagyok, hogy ez a 8 kör, ez nagyon-nagyon jó T oldalon. Engem őszintén szóval meg is lepett, hogy uh, ezt választotta a Fruica megnyert késkör után, hiszen hozzá kell tenni, hogy mind a két késkört ők nyerték eddig, ők választhattak oldalt, cobblestone nagyon bejött, atya úristen, az a terror oldalt, 11-4-re támadtuk be cobblestone az ellenfél pályáját. Mielőtt megnyertük volna 16-13-ra, hát lá ott látszott, hogy melyik az előnyösebb oldal. Itt azonban, hogyha tényleg terror lenne az előnyösebb oldal, akkor itt is valami saját pályán meggyőző teljesítményt kéne nyújtania a fruits de eddig nagyon úgy tűnik, hogy csak minimális előnnyel fordulunk majd, hiszen a dupla nyitó most a Gambitnél sül. Hát remélem, hogy CT oldal is legalább van annyira jó, mint amennyire most a terror oldal volt, és ott is nem kell sok. Ott is nyerjük csak meg 8 héttel, és legyen egy. Kinkes Erves 16-14, de az nekünk a 2 0 jelenteni. jelentené. Bárkód maradt egyelőre az az avp vel nem hiszem, hogy megpróbálnám menteni, vagy akármi. Adrennel találkozott egy könnyű fejlődés előtte meg bárkódot. Nagyon erős félidő szerintem az a oldalt Nagyon szépen játszottuk meg a köröket. Tényleg? óriási játékot láttunk, csak úgy, mint az előző map, ugye a Cobblestone T oldalán. Hihetetlen nagy fordítások, hihetetlen nagy játékok, jó taktikák, jó füstök. Szerintem ezt már csak egy jó CT oldal tudnám megkoronázni. Így van, is akkor 2-0, easy GG. És a vasárnapi záró meccsen még lenne esélye továbbjutásra a Fruitsnak. Hát, hogyha itt kikapunk a Gambit-től, akkor, Őszinték leszünk, már elúszik a Starladder D csoportjának első két helye, hiszen két meccsből két vereség, és utána jön majd a harmadik mérkőzés, ez nem veti túl jó fényt a jövőre, de ha megvan ez a győzelem, akkor lehet reménykedni, akkor lehet az utolsó napra még jobban készülni, és hát ugye Kolor a mostani beugró, elképzelhető, hogy holnap is nagyon fontos szerephez jut, hát ezt már csak a srácok, illetve... Kolor tudja majd nekünk megmondani. Nézzük ezt a nagyon fontos pisztolykört. Átveszi a vezetést a Gambit, vagy megerősíti vezető pozícióját a Fruits. A második map, második félidőjének elején. Mit kontrollra törekednek a Gambitesek, és át is mentek középen. Egy jó busznak köszönhetően Dózsa lövi középen nejt, és Édran az, aki agresszíven előre megy, és á, ritékre játszunk. Flash ki tudja lőni az első embert, Érkeznek a többiek középen, és úgy tűnik, hogy középen akarják megfogni most ezt a kört. A kolorék viszont már ott vannak, Sighton húcs gráltal a kezében, de a legjobb kor dobja el, és vált vissza Glockra. El tudja lőni kolort, sőt, nejt is, ezzel pedig úgy tűnik, hogy megpecsőt elődik a ct sorsa. Egyedül édren tudtuk elültetni, előttek a bombát is a gembitesek úgy, úgyhogy... 8-8, és jöhet két CT oldali ECO. Hiszen nincs a bombából származó bónusz, a ct nek nincsenek ilyen, hát kiváltságaik, nekik ilyenkor szinte kötelező a két ECO. Közben ugye, Kolornál maradt 1200 dollár, nyilván az avp re fog spórolni, azért csak egy P250-et vett. A következő kör nyilván ECO lesz, kivéve hogyha ezt hozzuk és azután simán kifér Kolor kezébe egy AVP, és új erővel megfogni a lerakókat. Ára próbál bemenni a Gambit, Kolor is meg a leközben. Három játékos maradt Bén, és nem minném, hogy megpróbálják, csak kilépő fregeket próbálnak majd szerezni. Szóval ez meghalt, ez egy ákát jelent, jelenleg a Fruitsnak. Átren, el tudja venni ezt, Flash viszont felkapja, bárkod nagyon jó pozícióban. Hát rend, meg is tudja ölni, ez már két fegyver, 2v2, kettő. nem hiszem, hogy Húcs, vagy esetleg Dózsia kimenne megpróbálni ezt, hiszen még több fegyvert veszíthetnének el. Jó esetben a Gambit játékosai. De nézd meg, Bárkut bement a lerakóra. Viszont Húcs könnyű szerrel megöli őket. Nem akarták kimenteni a fegyvert, nem, rászettek a bombára. Nem. Viszont ha már, magyar sikerek, és ha már egy magyar csapatnak szurkolunk, akkor elnézést kérek a nézőktől, de nem tudom megállni, hogy meg ne említsem. Megvan a Rioi 2016-os olimpia első magyar érme, méghozzá egy arany. A női párbajtőröző szászemese egyéniben 15-13-ra felülmúlt a olasz ellenfelét, és ezzel egy magyar aranyérem a mai nap Rióból. Hát azt hiszem, ennek is legalább annyira tudunk örülni, mint a Fruits első mapos győzelmének. De reméljük, hogy a srácok még boldogabbá tesznek majd azzal minket, hogy ők is győzelemmel ünnepelnek a mai napon, és akkor legyen egy magyar győzelmektől hangos napunk. Száz szemese tehát női egyéni párbajtörben, riói olimpiai bajnok. Gratulálunk neki ezúton is. Úgy, úgy tűnik, hogy ezekkel a pisztolyos uh, ekókkal sok gondot és fejtörést tudunk okozni a Gambitnek, akik mindig leplantolják a bombát, általában azért ketten túl is élik, de nézzek most az első fegyveres körbe úgy megyünk be, hogyha esetleg a következő kört bukják, akkor lesznek olyan játékosok, akik már csak uh, forszolni tudnak. Nézzek például Space, 50 dollár húcs. 2300 dózsa szintén. Tehát a következő körben AVP-t biztos, hogy nem fognak tudni venni a gambitesek, hogyha elbukják. Nagyon fontos lenne, hogy Barkód úgy lőjön m 4 gel mint ahogy tette azt Alkával, hogy Kolor AVP-je is jókor legyen jó helyen. Az első meg is van smokon keresztül, hát így kell ezt csinálni. És ajtón keresztül, úristen, Dózsát 11 HP-ba lövi el, milyen jó gamesense volt ez Kolortól! begyakorolt pozíció, unalomig ismert szög, és 11 HP-n Dózsa. Gyönyörű szép lövés volt ez most Kolortól, hát az assist biztosan jár, hogy a Dózsa elhullik, és reméljük úgy lesz. Hiszen ember előny, és jól olvassuk a játékot, hiába nincs itt a bomba án, ketten is itt vannak, sőt, hárman ott vannak mainbe, és most ennek vissza a bombáért, mi lesz a folytatás? Felbúsztolják középre space és a bombát egyelőre még mindig nem viszik, most megy vissza, értem Mo, hiszen Látta ő is. És a C4-es arra indul. Remek érzékkel három játékos is várja őket itt állni. Jönnek a gránátok, és úgy tűnik, hogy a b ragadt két playernek is el kéne kezdeni a Rotationt. -t. Matti és Flash az, akik B-t védik. Utolsó hírmodóként Barcode falon keresztül tudja ellőni húcsot, és Kolor a mögénk flankelő space is kioszt egy fejes. Hát lehet, hogy embert se veszítünk. Bárkod azért csak elhullik, csak elhullik Tarkonca egyik rúdján keresztül, Mó el tudta fregelni. Hagyjuk el, hogy kimentse azt az AVP-t, Mati kerül mögé, nem kéne addig mutatni a magukat a srácoknak, ott van mainből, ott lövöld az az AVP-vel. De hát ha már megmutatja magát Flashnek, akkor innen Catwalkról ki lehet szedni. Kihozzuk az alkát, sőt kettőt is, nem kell a dupla AVP-s felállás. 18 után nagyon fontos első fegyveres kört szerez a Fruits. És csak vesznek awp t csak vesznek awp t és eldobják Mónak. Ez viszont azt jelenti, hogy space csak pisztoly lesz, hiszen Mó megvette magának a gránátot és a nagykevót, és dobtak neki egy awp t Tehát Space már is ekózik ebben a körben. Ráadásul a következő körben és ezt fogják csinálni, hogyha esetleg a Fruits meg tudja nyerni ezt a kört. A bomba el van dob, dobva hangár mellett. Nagyon jó a felállás. Egy ember középen, kettő bén, illetve kettő ány, viszonylag standard, illetve megszokott. Azonban azért a Mona az az AWP, az még fájhat, de Koloré sokkal jobban fáj. Szép, lassan be fognak jönni az A lerakóra. A bomba azonban még mindig nincsen itt. Úgy látszik, hogy B-fele vagy középfele próbálnak mozogni a Gambit játékosai. Ez. Elindul B felé, próbál információt szerezni közben, kolor. Ott van az AVP-vel. Kijönnek középen, azonban ez flashék hallottál ki fog jönni egy moló. A bomba még mindig nincsen a Gambit kezébe. El fog menni fölöttük az idő. 40 másodperc lesz lassan ebből a körből. Hova akarják vinni? Tehát mindjárt, 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 elfoglalhatják b -rakót, és nézzek, szerencsétlenkedek, egymásra próbálnak felugrani, és ezzel is értékes másodperceket veszítenek. Húcs lesz az talán, aki visszamegy a középre, és innen próbálnak meg egy ákerítőst. Igen, nagyon úgy néz ki, és Dózsa lesz az, aki mainből viszi, de Color AVP-re nincs orvosság. Flash az utolsó flenkelő játékost is megöli, úgyhogy most már A rövidről, illetve mainből érkezik, de ellövik a kezükből, embert sem veszítünk. Mit művel a Fruits? Hát nem csak, nem, nem, nem csak egy nem major, kérdező, nem, nem csak egy major résztvevő ellen, de egy major negyed döntős ellen játszunk, akik tovább jutottak a majoron a csoportjukból. Tehát nem egy, uh, nem egy majorra kiutott, és ö, ott aztán csak ö, immel ámmal szereplő csapatról beszélünk, hanem ez a Gambit, aki már ott volt Kolumbuszba is, és utána megnyerte az ácsoportot, az Astralis, a Dignitas és a CLG ellen. Mindenkit maga mögé utasított. És nézd meg, az első pályán, T szinte oktattuk őket, és most is úgy tűnik, hogy Előnyben várjuk a folytatást, hiszen Ney, Kolor és Bárkód is fregel egyet-egyet. Bárkód aztán végül triplával zár, és megint megvan a vezetés a Fruitsnak. Ránk a fiúk a frászt azzal, hogy 8 hetes fordulás után három kört adtak az ellenfélnek, és ezzel 10-8-as előnyt biztosítottak számukra. De most zsinórba három kört lehoznak, és ó, úristen, négy darab nullára vásárlás. Space-nél pedig 50 dollár. Hát hiába lesz négy körös lúz bónuszuk, azzal a következő körre sem mennek semmire. Color pedig úgy tűnik, hogy az A pozíció után most úgy sakkoznak, hogy középen nagyobb haszna lesz az ő jelenlétének. Viszont láthatjuk is, hogy elindulnak A felé, igen csak agresszíven, a gambitesek. Középen ott van a felbúsztolt mu. Nem sikerül egyenlőre azonban ellőni. Nagyon jók a setupok, -ok, nagyon jók a páros kapcsolatok, Flash és Mati teljesen hősiesen őrzik bét, és Color pedig akárhol felbukkan a pályán, fregeket lő, most középről kiüldözték, de ezzel tudta infózni a társaknak, hogy erre jönnek és nem lépik el magukat, nejnek azonban látni a kéne, és meg is lövi a füstöt, de nem sikerül ember találnia, ember előny most ezzel a Gambitnél, Lerakón, jól jövünk ki ebből az 1v1-es párharcból, Mati, Némi Sőt, HP veszeség nélkül tudta ellőni az ellenfelet. Ha nézzük, Mati érkezik középről, és hárman három oldalról érkezünk, ez egy érdekes választás. Kolor pozíciója jó lehet, hiszen az AVP-nek ott látjuk fehér autótól a legnagyobb hasznát. Mati nagyon szépen lövi el édren, 10 hp re lesebzi, és érkezni fog flash hátba, de nem tudja ellőni. Dózsa is 10 HP-n. Aj, egy kicsit pontosabban célzunk, egy kicsit pontosabban célzünk, és Édrent, illetve Dózsát is nem hagyjuk 10 HP-n. Igen, és Flash kérdés, hogy ez egy flickshot volt, Dózsa, most komolyan? Hát, igen, flash, igen. <laughs> ez nem szerver hiba volt, ez nem lag volt, ez egy gyönyörűséges flickshot volt Dózsától, amivel megint egyelít a gambit. Aj, oh, jönnek a nyakunkra, jönnek. úgy látszik, hogy a bombát ismételten eldobták középre. Ez, az előző körveszteség szerintem azért abszolút nem probléma, hiszen fegyverek, illetve AVP-re bőven volt pénz. Fog jönni egy boost középen, nejnek kell egy picigét vissza mozognia. Dózsi az ajtóba. Bombát hamarosan azért fel kéne venni. Egy perchez közelítünk. Matinak nagyon jó a pozíciója, hárman is kifutnak középen. Ez óriás jelönt jelenthet információilag azonban inkább felmozognak ára. A bomba is elindul most már középen. Négyen vannak kint. Középen, illetve a bomba elindul B felé. Hamarosan azért át kell zárni. Húcs kiött a csatornából. Nem vett észre flashnek a fejét. Szerintem azért tudják, hogy vannak a lerakón. flash meg is hal, azonban Mati még javít. Be fognak menni a lerakóra. 4v4. Mati elég ideig tudta húzni az időt, ne kiugrik a füstön. Azonban egy fregen kívül többet nem tud szerezni a bomba, az le fog kerülni. Nagyon-nagyon nehéz visszafoglalást lesz, de abszolút megcsinálható, kivéve, hogyha úgy döntenek a fruici játékos, hogy inkább kimentik. Hát a Kolornál az az AVP ugye nem éppen egy támadó ö, offenzív fegyver, és Mó lehet az hiszi, hogy Kolor feladta a pozíciót, oh, és a legrosszabbkor néz ki. bárkód mellett elment egyébként Adren. Kolornak kéne kimenteni azt az AVP-t, nagyon fontos lenne ismét bravúroznia. Egyszer már sikerült így egy négyes lőni, most elég lenne csak egyet vagy kettőt így megölni. Egy meg is van, az a El tudta venni azt az AVP-t, bárkód még próbál javítani, viszont az az AVP az ellenfélnél kötött ki. Matinak van pénze ugyan AVP-re, Viszont... Kolornál csak egy mag van, és nem cserélnek, ott marad Matinál az AVP. Lehet arra számítanak, hogy... Uh, ugye nagyobb szerepe lesz most Matinak ebben a körben. Próbálják ugye olvasni az ellenfél játékát. Próbálják minél jobban kiismerni őket, lehetséges, hogy Matinál most egy picit jobb is lesz az az AVP. És Kolor pedig innen közeli lőtávról a mag is okozhat meglepetéseket. Érdekes, hogy most hárman védik át, egyedül középen Mati az AVP-vel, és Flash pedig szokás szerint B-t védi, tehát egyetlen rotation player. Árkód közben el is kezdte a mészárlást van ott Kolornak a sárkán, sárkány tan AVP-jel. Nagyon próbálnak ára menni a Gambit játékosai, azonban bele fognak futni a basztekbe. Mati is nagyon gyorsan átér ára, illetve Kolor azzal a mog végzetes lehet, és nagyon sok pénzt begyűjthet. Úgy ki fog jönni az ajtón, ezt hallották, bárkód egy popflest alkalmaz. Color nem tudott ölni a mag oh. azonban bárkód duplázik. Már is 3v2. Bárkód, még ki is nézhetsz, Spass is megöli. A Bomba Ilyetetlen. azonban még ott van Mónál. LVP van, Matit meg tudja ölni, viszont 2v1, nagyon jól tudják a Fruici játékos, hogy meg kell fordítani ezt. És a ott kör, az AVP. t ott van a kör. Ott van az AVP-t is visszaterezzük. Bárkót kezében van. <gül> 4K <gül> bárkótól. 4K. És nézzek, 33 ban lövi magát ezzel a 4 killel. Eszvéletlen. Utána Color 19-el. Hát ugye volt egy olyan állapot, még terror amikor bárkó 15-ben volt, azt hiszem 7 vagy 8 kör után, is mögötte flash, és ne jött 5-5 darab freggel. Hát Barkó nem is tudom. Mondanám, hogy két ember helyett lő, de lehet, hogy három helyett. Hát Colornak a mellé lövését, vagy azt a hirtelen halált biztos, hirtelen halálát biztos behozta ezzel a négyessel, hanem többet is. Ekózik közben a Gambit, picikét elfutottam fölötte, nejtől egy Molotov tökéletes helyre, innentől könnyű neki fregelni az SMG-jével, bárkót segít neki, azonban könnyű szerrel bezsebeli, illetve be fogja reméljük zsebelni ezt a kört a Fruits. És, a és, akkor megint nálunk az előny. Így van, nem csak egyenlítünk, de hát is veszünk bárkót befejezi egy könnyű duplával hogy is két freggel ezt a kör, 12-3 az állás, közelítünk. Rudival egyébként ezt beszéltük, hogy ez a 13. kör. Egy pici, pici, pici két, nem tudok most már beszélni, elnézést. Pici két egy ilyen varázslatos szám, hogy nem is tudom, hogy le, ne egyébként mondani. De ilyenkor van az, amikor mindkét csapat hajrázik, akármelyik csapat éri el ezt a számod, hiszen Picigét egy jelzés is, hogy a következő 14, azután pedig már a döntetlenér, hogy esetleg a nyerességgel játszunk. És ilyenkor már be kell hívni egy kicsit a váratlanabb taktikát is. Dózsa nagyon szépen lőtte ki falon keresztül Kolor, de ő is kapott. Mó azonban most befejezi, és a füst szélén ki tudja szedni a fő AVP-sünket. Nem sikerül hátba lőni édrend, Aj, Mati, és utána teljesen feleslegesen kinéz, hogy elképzelhető, hogy. Gambites egyenlítés. Érik, de Flash mindent megtesz azel, azért, hogy ez ne így legyen. Egy gyors dupla, még az utolsó golyóval is kiszedett egy embert, és egy élete egy halála, átrotál szépen középre. Nem néz ki azonban már, kicsit felesleges is lett volna. Így azonban pontosan tudják, hogy melyik lerakót ki szokta védeni, és így, hogy Flash kijön onnan, átrotálnak ők is béred, de elhullik a bomba! Nej, kilőtte a bombát! A Gambit kezéből! Hát honnan hozhatjuk le ezt a kört? Óriási szerencsénk volt, hogy 3v2-nél, amikor 2v2-re lőtte ne az állást, elhullott a bomba, és ezáltal vissza kellett jönniük középre. Flash és Ney pedig most már egy biztos pozícióban őrizheti a C4-est. Nem néznek ki Dózsára, náluk van az előny, most egy kis kinézegetés Neytől, ezzel tudja infózni Flashnek, hogy hol van az utolsó ember, és Flash már fut, hiszen tudja, hogy nem lesz Dózsának ideje, most veszi fel a C4-est, és nincs ideje letenni, Flash bújni kell, nem szabad meghalni! És megvan! Idő megvan. után hull csak el Flash, remekül sakkozott, remekül táncolt, és Dózsa így nem kap pénzt, nem tud dobni, nincs kerete a Gambitnek vásárolni ráforszolják, viszont ez a force ez az azt jelenti, hogy nyerni akarják ezt a pályát. Egyszerűen én nem vagyok ebben biztos, hogy muszáj volt ráforszolni, hiszen hogyha így elbukják a kört, akkor a következő körben nagyon kevés pénzük lesz, ezáltal nyeréshez is juthat a Fruits, nem csak egy mapot, hanem a mérkőzést is, óriási underdogként. 10 százalék, 9, vagy nem is tudom. De, de, de hogy mennyi volt? 5 az egyhez volt a fogadó oldalakon? Igen, ötszörös, ötszörös pénzt még. adott, ötszörös pénzt fizetett a Fruits győzelme is. Ö, 100 forintra csak 110, tehát 1,1-es otca volt a Gambitnek. Mindenki az ő győzelmükre számított, hiszen úgy sarkozott mindenki, hogy ha az első meccset elveszítették, a másodikat már komolyan veszik, és azt majd behúzzák, és Fruits, magyar csapat egyébként is, minden a Gambitnek állt. Hát tessék, flesék megmutatják, hogy őket aztán nem lehet leírni. Na most azért egy tripla nyitott lőnek a gambitesek. És ebbe a forszos körbe úgy tűnik, hogy embert se veszítve lehozzák. középkontrollra. közép kontrollra most egyáltalán nem figyeltünk, és ez megbosszulta magát, úgyhogy 14-13-ra feljön a gambit, úgyhogy két nagy kaliberű fegyverük volt ebben a körben, és a többi pisztoly. És egy kritikus következik. A Fruit-tól. Így, ha csak nem történik valami csoda, akkor egyenlíthet a Gambit, és egy igazán izgalmas mapot látunk. Akkor is, hogyha ez nem történik meg, de szerintem inkább ne történjen meg, hogy lehozza ezt a kört a Gambit. Azt mondom, hogy legyen döntetlen, legyünk nyugodtak egy picikét. Közben ne hullik el, egy futhat futhatna bele a Gambit. Tózsiát sikerül megölni, azonban Szez büntet 2v4, már is Át fognak menni B-re a Gambit játékosai Még nem mentek be a csatornába Most indulnak el a bombával Úgy látszik, hogy ebből egy B-kör lesz, azonban már Kint van középen Les, ötve kolor Hamarosan elindul A B lerakó felé hal a bomba az lekerül, Kolor maradt egyedül. Elég valószínűnek tartom, hogy 14-14 lesz. Így van. Tehát megújult elő erővel. Leoszthatja most a Fruits. Nagyon nincsen pénzük, viszont azonban Viszont 3000-ből simán lehet vásárolni. És el kell engednünk őket 15-14-re, hiszen nekünk egy, hát ilyen P250 és forszos, de milyen nagy a csapategység mindenki a p 250 el érzi. Legbiztosabbnak magát, Flesztől ezt a P250 Asimovat már többször láttuk jól elsülni, és Flash valamint Meti még kiskevót is vett magának, támad oldalon ott van Mó kezébe természetesen az offenzív AVP. És nagyon szépen felállnak egy vonalba, Próbálják nyitni az ajtót, belefutnak azonban Dózsába, pont rossz oldalra néztek, és így három freget is tud szerezni. Egymás után hullanak el a frujcosok flash, és Mati pedig hát ebből az 5v2-ből fegyverekkel. Mert teljesen tehetetlen. Vagyis hát az ő pont, hogy fegyverek nélkül, na, azért hátba lehet őket lőni. De ez az egy freg jut nekünk csupán. Úgyhogy ha hosszabbításra szeretnénk menteni, akkor ezt a fegyveres kört most le kell hozni, hát a tulajdon természetesen nincs gond a vásárlással, egy ember hal csak meg, de mindenki 6000 fölött, a dózsa ugye 5000-nél, de nem okozhat problémát. Mati azzal a 9 freggel eddig most elmaradt, pont a kiemeltük, hogy mennyire egységes a fruits, hát Mati most egy kicsit negatív irányba kilóg, bárkót pedig fölfele, úgyhogy itt az esély Mati, hát ott mennek, ott mennek B fele, felbúsztolják középre, a múltkor nem sikerült Matinak innen fentről csatiból oldalba lőnie az ellenfelét. A nézzük, most a Molotovval kiüldözik, nem veszít olyan sok HP-t. A kolort viszont Édren villám gyorsan remek aimmal kiszedi. Na nézzük Matt és Flash párosát. Mire mennek Bén? Nem mutatják magukat a terroristák, de nagyon úgy tűnik, hogy az akció ide koncentrálódik, majd most ott az első vál, Flash azonban hátrébb kell, hogy húzódjon, és nem tudja megmenteni Mati életét, aki frag nélkül hullik el. Flash azonban a füstök miatt most már teljesen kizárva lerakóról, jönnek rotation-be a társak, bárkód a hátul maradt flankelő édrent el tudja lőni, 3 a 3 ellen még nem ment le a cén, így most élesíti Space, van még idő visszafoglalni, miért ne lenne? Jó a Molotov, és bárkod el tudja lőni húcsot? Na, gyerekek! Itt a lehetőség, ember előnyben, Mó kiszorult az AVP-vel, és most, most már tudják. El tudja lőni nejt, de egyedül van a lerakon Space. Ha Flashnek sikerülne lelőnie, de nem sikerül. Nem sikerül, és ezen múlt, hiszen Mó be tud jönni. Segít a csapattársnak. A lehető legszorosabb állás 16-14 tehát a Gambit neve mellett a félidei 8 hetes vezetés után megfordítja tehát a Gambit a mérkőzést. Úgyhogy a harmadik map előtt egy villámgyors szünetet beiktatunk. Egy kis ivás. Szigorúan ásványvíz. Persze, hogy fittek és frissek maradjunk a következő mapra is. Hamarosan jövünk tehát vissza. Ne menjetek sehova több mint 800-an vagyunk itt, és izgulunk a fruitszér. Hát én azt kívánom, hogy legyen még több és több. Legyünk akár ezren is, és szurkoljuk ki ezt a győzelmet a fruitsnak. Nézzetek szét egy kicsit a neten, és hamarosan mi is jövünk vissza a Darkival a harmadik mapra.